Jézus mintegy 30 esztendős volt, amikor nyilvánosan fölépett. Jézus fiának tartott, József fiának tartották, akinek ősei Héli, Melea, Menna, Matáta, Nátán, Dávid, Jesse, Obed, Bóz, Szálmon, Nászon, Aminádáb, Admin, Árni, Ezron, Fárész, Júda, Jákob, Izsák, Ábrahám, Táré, Nákor, Kainán, Árfaxád, Szem, Noé, Lámek, Hénosz, Szett és Ádám, aki Istentől származik. Kedves tévénézők, kedves testvérek! Lukács evangéliumában egy valódi történelmet ír. Ezzel azt szeretné hangsúlyozni, hogy a világ történelemben Jézus be van ágyazva. Megadta azoknak a személyeknek és az uralkodási adatait, akiknek idején keresztelő János elkezdte működését. Jézus családfájával pedig be akarta bizonyítani és megmutatni a megváltás egyetemes voltát. Hiszen Ádám révén minden ember Istentől származik. József nemzetség táblájában itt több nép szerepel, mint Mátainál, aki Jézus származását a királyi vonalhoz köti, Lukács a természetes, vagyis a törvényes vonalat próbálja adni. Amen.